Van, akinek szenvedély, másoknak csak egy használati cikk, viszont egyre több ember vesz igénybe nap mint nap. Igen, az autókról van szó, amelyek száma az utóbbi években rohamosan nőtt úgy Erdélyben, mint világszerte. A gyártók közötti versengés és a folyamatosan bővülő használt autópiac mind-mind a számok növekedéséhez járulnak hozzá. Az utóbbi időben viszont drasztikusan visszaesett az eladott gépjárművek száma. Márciusban 6654 új személygépkocsit irattak be Romániában, 32,2%-kal kevesebbet, mint tavaly, derül ki az Európai Autógyártók Egyesülete által közzétett adatokból. Áprilisban ez az arány tovább csökkent. A közlemény továbbá rámutat arra, hogy miután 2020 első két hónapában a csökkenés viszonylag mérsékelt volt, januárban 7,5%, míg februárban 7,4%, márciusban drasztikusan 51,1%-kal esett vissza a bejegyzett új személygépkocsik száma. Ez a koronavírus járvány megfékezése érdekében március közepén meghozott intézkedések miatt következett be. Az egyik legnagyobb visszaesés Franciaországban volt, ahol tavaly márciusban 225 ezer járművet jegyeztek be, míg idén márciusban csupán 62 ezeret. Az Egyesült Államokban az új autók eladásának csökkenése 55% volt, ami annak is betudható, hogy az autószalonok zöme bezárt. Kínában február első felében ez az arány 92%-os visszaesés volt. Japánban a Toyota májusban felére csökkenti a tervezett gyártási számot. A gyártók megpróbálnak a helyzethez alkalmazkodni reklámok, tévés és online tartalmak segítségével. A Ford például egy olyan reklámot gyártott, amelyben hangsúlyozza, hogy amikor Amerikának szüksége volt rájuk, mindig ott voltak. Például, hogy repülőket és tankokat gyártottak, amikor az országnak ezen járművek kellettek. Hogy hosszú távon milyen következményei lehetnek a koronavírusnak az autóiparra, az még a jövő kérdése, viszont pár szempont már kirajzolódni látszik. Az üzemanyag árának csökkenése semmiképp nem fog segíteni az eddig feltörekvő és szépen ívelő elektromos autók piacán. Vagy talán mégis, mivel sokan úgy vélik, hogy várható lesz egy üzemanyagár robbanás a következő időszakban. És akkor jöhet a meglepő tény, hogy Nyugat-Európában idén márciusban 10 000-rel is több elektromos autót adtak el, mint tavaly márciusban, ami egy 40%-os növekedést jelent. Tavaly 37 ezer volt ez a szám, idén 47 ezer. Kínában viszont éppen fordított helyzet alakult ki, ahol februárban az elektromos autók eladása 90%-kal csökkent, ez viszont áprilisban határozottan javulni látszik. Érdekes tény, hogy a Tesla részvényei 40%-ot estek, és a nevadai üzem legtöbb munkását szabadságra küldték. Jelenleg a világjárvány mindenki autójának értékéből lecsípett 10%-ot, ami nem hangzik túl barátságosnak. És hogy mi lesz az autóipar sorsa, milyen átalakulások állnak majd be, azt talán még korai megmondani, viszont minden bizonnyal lesznek még változások.